Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében és megnyitójával megkezdődött Mezőfalván az ország legnagyobb szárazföldi kiállítása. Az agrárgazdák a tárlatokon a legmodernebb mezőgazdasági munkagépeket, illetve kísérleti növényparcellákat tekinthették meg. Gumihevederes challengerek, önjáró permetezők, traktorok, ezeket is kipróbálhatták az érdeklődők a kétnapos szántóföldi napok és agrárshow keretében. A Mezőfalvai ZRT 55 hektáros területén korszerű gépek, de kísérleti növényparcellák, szántóföldi kultúrák bemutatója is várta a gazdákat. A legtöbben már tudják, hogy mit szeretnének, amikor egy ilyen kiállításra érkeznek. Nagyon ritkán járok rendezvényre, most célirányosan jöttem, tehát tudom, hogy milyen eszközöket szeretnék vásárolni, milyen típusú eszközöket, és ezeket szeretném, ezeket az információkat begyűjteni, amiket be engem segítenek, hogy megfelelő döntést tudjak hozni. A gyártócégek pedig modern, számítógépvezérlésű, a precíziós gazdálkodás feltételeinek megfelelő gépeiket vonultatták fel. Harmadik alkalommal vagyunk itt ezen a rendezvényen, és hát bemutatjuk a gépeinket, mint egy állógépes kiállításon, illetve egy mozgógépes kiállításon is. Tehát a gazdák meg tudják tekinteni ezeket a gépeket működés közben is. Viselete is ezek a gépek, talajművelő gépek, illetve vetőgépeink vannak. Nekünk, mi amúgy is csinálunk ilyen bemutatókat, szervezünk különállóan is, így viszont a gazdák egy helyen tudják megtekinteni, tehát össze tudják hasonlítani azokat a gép kapcsolatokat, amiket ők gyakorlatban is használnak. A harmadik szántóföldi napok során egyszerre látják el naprakész információkkal és ismeretekkel a szakembereket. A 21. századi fogyasztói igényekhez igazodva vonultatja fel a korszerű technológiákat. Úgy véljük, az lehet ma sikeres gazdálkodó, aki a gazdálkodás minden tárgyi és infrastrukturális elemével megfelelő információkkal rendelkezik, ismeri azok folyamatait, alkalmazásának fortéjait, hisz csak úgy tudja saját gazdaságában eredményesen alkalmazni. A kiállításon minden gépet megtalálnak egy helyen a gazdák, ami újdonságként megjelenik a piacon. Több ezer lóerő, precíziós vetőgépek, óránként 80-100 tonnát learatni képes kombány, az őszi munkákat kiszolgáló betakarítógépeket és egyéb munkagépeket. Emellett szemügyre vehetik a nemesítés eredményeit, az évszaknak megfelelő mikro- és demoparcellás fajta bemutatókat, amelyeket a fajta tulajdonosok már korábban elvetettek, hogy a mai rendezvényre minden készen álljon. Mezőfalván felsorakozik a csúcs technológia. Az agrárium hatékonyságát növelni képes innovatív megoldások széles skálája. Az állógépes kiállításon 55 kiállító, a hazai gépforgalmazás 80%-át lefedő cég mutatja be gépeit. Meg kell védeni a magyar tulajdonú termőföldeket, ezt már Orbán Viktor mondta a kiállítás ünnepélyes megnyitóján. A miniszterelnök arra kérte a gazdákat, hogy továbbra is legyenek figyelmesek, mert, mint fogalmazott, folyamatosan fennáll annak a veszélye, hogy külföldiek kezébe kerülnek a magyar földek. Hazai pálya az a mezőgazdaság. És egész addig, amíg Magyarországon a mezőgazdaság nincs biztonságban, addig a magyar gazdaság sincs biztonságban. Ebből az következik, hogy egyenesen válaszolnunk kell azokra a kérdésekre, hogy először is lesz-e a jövőben földünk. Várhatók-e olyan uniós szabályozások, amelyek lehetővé akarják tenni, hogy külföldiek is termőföldet vásároljanak Magyarországon? A válasz az, hogy ez a veszély állandó. Folyamatosan vannak ilyen kísérletek. Ezért arra szeretném önöket kérni, hogy persze most itt nem a földről beszélünk, hanem már ezekről a modern gépekről, meg a fejlődésről, meg a beruházásról, de arra szeretném önöket kérni, hogy egyetlen pillanatra se lankadjon a figyelmük, folyamatosan kövessék az az agrárkamarának az erre vonatkozó híradásait, akik ott vannak Brüsszelben, nálunk gyakrabban vannak ott, és erősen képviselik önöket, ők pontosan hozzák a híreket, hogy mikor milyen kísérletek lesznek arra nézvést, hogy valahogyan hozzájuthassanak külföldiek is a magyar termőföldhöz. A mi szövetségünk, a gazdák és a magyar kormány szövetségének egyik fundamentuma éppen az volt, hogy ezt megpróbáljuk megakadályozni. A magyar kormány tartja a szavát, én továbbra is olyan szabályozásokat tudok csak támogatni Magyarországon, amely nem teszi lehetővé, hogy a gazdák megélhetésének első számú előföltételét, a magyar tulajdonban lévő termőföldet, illetve annak jogi státuszát megváltoztassák. A második fontos kérdés, amire válaszolnunk kell, hogy bekapják-e a nagyok a kisebbeket, illetve a középbirtokosokat. Emlékezzünk arra, hogy ez 2010-ben, amikor az új agrárpolitikát a kamarával is közösen kialakítottuk, akkor az volt az elgondolásunk, hogy a földtulajdonnak
legalább a 80%-a legyen a kisiknél és a közepeseknél, és az agrártámogatásoknak is kb. A 80%-a a kicsikhez és a közepesekhez jusson, annak érdekében, hogy a középbirtokosságra épülő magyar mezőgazdaság szárba tudjon szökni. Lassan lejár a 7 éves költségvetési időszak, amit az Európai Unió tervezéskor használ, indul az új 7 éves időszak. Kemény tárgyalások lesznek Brüsszelben, és utána kemény tárgyalások lesznek itthon is. Az erőforrások, a kicsik, a közepesek és a nagyok között hogyan oszoljanak majd meg. Én arra szeretném önöket kérni, hogy a következő 1-2 évben ez ügyben is legyenek talpon, és folyamatosan képviseljék a kis és a középgazdák érdekeit. A nagyokra is szükség van, természetesen ők húzzák a magyar mezőgazdaságot, de nem szabad a forrásokat úgy szétosztani, hogy ne maradjon elegendő lehetőség a kicsiknek, de különösképpen a közepeseknek. Én szeretnék világosan beszélni ebben az ügyben, mi olyan agrártámogatási rendszert fogunk képviselni a jövőben is, különösen ha a kamara is támogat bennünket, a miniszter úrnak is erre van mandátuma, amely folytatni akarja azt a támogatás politikát, amely a súlypontot a kicsikre és a közepesekre helyezi majd. A harmadik nagy kérdés, amivel őszintén szembe kell néznünk, hogy az a fejlődése a magyar gazdaságnak, amelyet az elmúlt években tapasztalunk, és amiről kellő szerénységgel, de annyit biztosan mondhatunk, hogy az ország egyre jobban teljesít. Ez a fejlődés fönnmarad-e? Ami nyilván az önök szemével nézve azt a kérdést veti föl, hogy van-e értelme fejleszteni, beruházni, növekedni kell-e, vagy megállni, összehúzózkodni és megvédeni azt, ami van. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nyilván az önök stratégiai, gazdasági döntéseinek ez a legfontosabbika. Most én úgy látom, hogy az európai gazdaságnak az egén vannak viharfelhők. Önök is látják azokat az adatokat, amelyek arról szólnak, hogy mindenfajta bizonytalan kereskedelmi háborúk formálódnak a világban. Láthatják a számunkra fontos európai, nyugat-európai gazdag országok egyre lassuló növekedési tempóját. Tehát önök is láthatják nem csak ezeket a felhőket az égen, amik ténylegesen itt vannak a szemünk előtt, hanem a képzeletbelieket is. Ennek ellenére szeretném világossá tenni önök előtt, hogy én elég erősnek látom a magyar gazdaságot ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a fejlődésnek azt a lehetőségét, amit az elmúlt években megteremtettünk a magunk számára. Tehát az én véleményem az, hogy az agráriumban ma nem a már elért szint megvédése a cél, hanem a fejlesztés, a fejlődés, a beruházás és a növekedés. Ezért is jöttem örömmel ma ide, mert nyilván akik itt vannak és bemutatják a termékeiket, ők is azt gondolják, amit mi is gondolunk, hogy lesz kereslet, lesz erő, lesz üzleti észszerűség az olyan beruházások és fejlesztések mögött, mint amelyek itt megtestesülnek ezekben az eszközökben. Tehát azt szeretném mondani önöknek, hogy akármilyen hírek is jönnek, mert jönnek majd negatív hírek az európai gazdaságból, én azt tanácsolom, hogy a magyar gazdák továbbra is a következő néhány évben tartsák a gazdaságukat a fejlődés pályáján, mert Magyarország elég erős ahhoz, hogy romló nemzetközi környezetben is támogatni tudja a gazdákat a fejlesztéseikben. Hogy pontosan miben, mennyiben és hogyan, azok mind részletes szakmai viták kérdései, amiket mi rendszeresen folytatunk, például az öntözött területek méretének növelése, annak az üteme és eszközei, különböző támogatási formák közötti forrásátcsoportosítások, ezek mind napirenden vannak a kormány működésének vitáiban, de a lényegen ez nem változtat, mert a lényeg az az, hogy összességében a magyar gazdaság bővülésére, és a magyar mezőgazdaság bővülésére számítunk a következő időszakban. Tehát kérem önöket, ha tehetik, akkor fejlesszenek. Ez megadjuk a jogi segítséget, amiről itt már beszéltek az előttem szólók, hogy vannak itt még rendezetlen ügyeink, az örökösödést elősegítő jogi szabályok nincsenek teljesen rendve, az adómentesség az olyan megoldásokra kényszeríti az embereket, hogy ideírom, odaírom, így számolok, úgy számolok. Ezeket mind szeretnénk egyszerűsíteni, észszerűbbé tenni, könnyebbé tenni, úgy, hogy a kedvezmények megmaradjanak, mégis kevesebb legyen önökön a teher, és hogy egyenesebben lehessen a saját gazdálkodásunkat megszervezni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen nem lenne helyes, hogyha úgy tennénk, mintha nem 26-a lenne vasárnap, amikor egy európai választás előtt állunk. Most persze nem ezért jöttünk össze. Én persze részben ezért is jöttem, de mégiscsak kell néhány szót mondanunk az európai választásról is. Azért kell néhány szót mondanunk róla, mert persze nagy dolog, ha fejlődik a mezőgazdaság, örülünk annak, ha az önök gazdaságai egyre erősebbek, meg annak is, hogyha a magyar gazdaság erős, és minden évben legalább 2%-kal jobban tudjuk fejleszteni, mint az európai gazdaságok átlaga, de az egész semmit sem ér, ha közben nem marad meg az országunk. Ez ugyan nem agrár szakkérdés,
De józan észre belátható, hogy ez a gazdáknak legalább ugyanolyan fontos, mint a városi embereknek. Magyar marad-e Magyarország? Európai marad-e Európa? Meg tudjuk-e őrizni a kultúránkat, úgy tudunk-e élni a saját országunkban, ahogy megszoktuk és ahogy szeretünk élni? Ugyanazt az országot, ugyanazt a kultúrát adjuk-e majd át a gyerekeinknek, mint amit megkaptunk a szüleinktől, meg a nagyszüleinktől? Magyarország marad-e Magyarország? És tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek a választásnak az a tétje, hogy sikerül-e a bevándorlást támogató európai vezetők helyébe bevándorlást ellenző európai vezetőket választani. Mert ha nem sikerül, akkor a bevándorlást nem megállítani fogják, mint ahogy Magyarország teszi ezt most a déli határainknál, hanem központi parancsra Brüsszelből szervezni fogják. És olyan első látása minden rendben van, hiszen a déli határ zárva, a rendőreim, a katonáink ott vannak, és a magyar kormány is láthatólag elég elszántan harcol Brüsszelbe Magyarország magyar jellegének megőrzése érdekében. Ez különösen fontos azért is, mert ma a korábbinál már 30%-kal többen látnak az ágazatban biztos megélhetést. A gazdákat az állam is támogatja azért, hogy korszerűsíthessék mezőgazdasági gépeiket, vagy újakat vásárolhassanak. Fedett bemutatóval sok helyen találkozhatunk, de ezek a paripák a szántóföldre teremtek, ide hoztuk őket mindegyiket. Itt mutatjuk be használat közben a magyar műszaki szakemberek segítségével üzemeltetett és értékesített sokszínű gépkavalkádot. Összesen 27 féle traktort hozzájuk csatlakozott eszközzel próba közben is. Az összeállított gépkapcsolatok tagjai, mint például egy kitűnő BL döntős női kézilabda csapatban minden ponton illenek egymáshoz, egységként teljesítenek. Ebben a két napban az ide látogatók lehetőségük lesz demópályán, gépsón, működés közben is szemrevételezni, kinek melyik csapat testhez álló, az egyes gépkapcsolatok hogyan teljesítenek, milyen minőségű munkát végeznek az adott gazdaság sajátosságaihoz, mennyire illeszkednek. A körültekintő választást követően a gépbeszerzésben pedig segít a magyar kormány kedvező kamat támogatott hitel lehetősége, illetve a közeljövőben várható szintén támogatott leasing programja. Az ország legnagyobb szántóföldi kiállításán elérhetővé váltak az innovatív megoldások a magyar gazdák számára. Idén több mint 150 szakmai kiállító várta az érdeklődőket. Fehérváron tartották a magyar horgászat nagyköveteinek találkozóját. Az egész magyar horgásztársadalom megítélése szempontjából kiemelten fontos kezdeményezésen olyan közismert személyiségek állnak ki évről évre, a kultúrát horgászat mellett, akiket elsősorban más arcáról ismerünk. Egy gyors puszi a halra, és már mehet is a szágba. Erdély Zsolt így örült az első pontnak reggel. Fehérváron a palotavárosi tavaknál tartották az idei magyar horgászat nagyköveteinek találkozóját. A horgászat népszerűsítése volt a verseny célja. Neves sportolók, közéleti személyiségek, színészek voltak a horgászok közt. Ők mutatták be a sporthorgászat szépségeit. Több mint 500 000 pecás alkotja ezt a közösséget az országban, számuk pedig egyre nő az évek előre haladtával. Ezt a Magyarországos Horgász Szövetség több mint 7 éve indította el ezt a kezdeményezést, gyakorlatilag a horgászat népszerűsítését szolgálja. Ugye egyszerűsítve a dolgot, ez arról szól, hogy híres magyar embereket, neves magyar embereket megkeresett a Magyarországos Horgász Szövetség, akikről tudták, hogy horgászok is egyben, és őket kérte meg egy horgász nagyköveti titulus elfogadására, amivel aztán ők nyilván méltán tudják képviselni a horgászatot. Ugye ennek a versenynek a helyszíne minden évben más és más, illetve mindig más és más művel sikerült kiérdemelni azt, hogy most idén Fehérvár legyen ez a helyszín. Nagyon bízok benne, hogy a szövetségbe elvégzett munkánkkal, tehát mind a vezetés, mind kollégáim azt gondolom, hogy maximalisták, és próbáljuk a vizeinket olyanná tenni, hogy méltóak legyenek egy ilyen verseny megrendezésére. Azt gondolom, hogy a palotavárosi tavak Székesfehérváron ilyen víznek mondhatóak, hiszen olyan a halállománya, olyan a környezete, olyan szinten van karbantartva, hogy tényleg nagyon megtisztelő módon a Magyarországos Horgászszövetség minket bízott meg ennek a versenynek a megrendezésére idén. Mi lesz majd most a versenynek a menete, mi zajlik majd itt a délelőtt folyamán?
Hát erőltetett menet, ugye köztársasági elnök úr programjához minden esetben ugye kell és kötelező igazodnunk. Így gyakorlatilag 3 órás a horgászverseny, és a 3 órás verseny után mérlegelés következik, utána egy eredményhirdetés fog következni, és lesz egy nagyon érdekes része a programnak, ami olyan horgász produkció, ami gyakorlatilag nem kötődik a halhoz, ez egy casting bemutató. Ezt csak úgy tudnám jellemezni, hogy ez egy dobáspontossági verseny. Tehát egy adott bottal, adott súllyal a versenyzőknek meg kell próbálni adott céltáblát, területet megdobni. Most a horgász nagyköveteink is versengeni fognak egy Varga György nevezetű 14-szeres világbajnok segítségével, casting világbajnok segítségével. Ez egy nagyon érdekes dolog lesz, ez gyakorlatilag egy ügyességi feladat. Ez ugye ennek a célja, hogy népszerűsítse a horgászatot. Egyrészt Magyarországon ma hányan vannak önök horgászok, illetve magának a horgászatnak mik a szépségei? Nagyon fontos elmondani, hogy a horgászat, a horgászok közössége a Magyarország legnagyobb civil társadalmi szerveződése. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül 500 000 embert érint jelen pillanatban, tehát 500 000 a horgász létszám, és hogyha azt is veszük, hogy ugye nyilvánvalóan az érintettek családtagjait is érinti ez a dolog, akkor nem túlzás azt mondani, hogy 1,5 millió között van az a szám, amit azt mondhatunk, hogy a horgászat közvetlenül elér a családokon keresztül. Most ez ilyen csúnya szó lesz, de hogy a horgászat az most divatos manapság, vagy felívelő ágban van éppen, vagy mondjuk azért így régebben megszokottabb volt? Én azt gondolom, hogy drasztikusan felívelő ágban van. Szerintem nagyon sok köze van ennek ahhoz, hogy egy kicsit mi emberek el vagyunk használódva. Tehát ugye a mai világban óriási a hajtás, mindenki próbálja a családjának megteremteni a mindenféle anyagi és más javakat, és ebben a rohanásban gyakorlatilag azt veszük észre, hogy az embereknek nagyon nagy igénye van a rekreációra. És a horgászat szerintem a rekreációnak a legjobb formája. Áder János egy másfeles, Csöre Gábor egy 2-2,5 kilós pontyot akasztott meg rögtön a verseny elején, de Besenyei Péterről is kiderült, nem csak a levegőben, hanem víz közelben is szép teljesítményre képes. Csak úgy, mint a köztársasági elnök, ő is horgász nagykövetként népszerűsítette délelőtt a sportágat. Egy nagyon jó szabadidős tevékenység az egész családnak, kicsinek, nagynak, férjnek, feleségnek, mindenkinek. Egy nagyon hasznos időtöltés a természetben. Én imádok horgászni, nem csak a halfogás miatt, hanem eleve kinülni a vízparton, beleolvadni a természetbe és részévé válni ennek. A pecesok vallják, ez az a sportág, amit nem lehet elég korán elkezdeni. Meg mindenkinek csak tudom ajánlani, hogy próbálja ki. A gyerekeknek inkább először a keszegezést javaslom, mert az gyorsabban ad élményt, mint mondjuk a pontyozás. És aztán majd az ember belenő mondjuk a pergető horgászatban, ami egy egészen külön műfaj, több türelmet igényel, mint a pontyozás. Nem mindig ad olyan gyorsan sikert sem, de hogyha mondjuk egy jó balatoni süllőt, mondjuk egy 5-6-7 kilósat sikerül megfogni, vagy számolatlanul fogja az ember mondjuk a kősüllőket, mind a kettőre volt, hál' Istennek nekem már példa az életemben, akkor az úgy jó volt, jó élmény. 15.500. Ezt a nagyköveti versenyt azért találtak ki a MOHOSZ, ezt minden alkalommal újra és újra elmondják, hogy népszerűsítsék a horgászatot a fiatalok körében, de talán a felnőttebb korosztály körében is, hiszen olyanok verődnek össze évenként itt, akikről nagyon sokan nem is gondolják, vagy nem is tudták, hogy horgásznak. Mondjuk cselászról azt gondolom, hogy viszonylag kevesen tudták. Őről sokkal inkább a világbajnoki, Európa-bajnoki nagyszerű eredményei, olimpiai remek eredményei az, ami eszünkbe jut, az, hogy ő horgászik, hát a legkevésbé sem. Vagy Biros Péterről, aki mind a kettő egyik sem tudott majd lenni, vagy Biros Péterről azért inkább a vízilabda eredmények jutnak eszünkbe, mint hogy horgászik. A Besenyei Péterről már talán tudják, a Revickiről talán már többen tudják, hogy horgásznak, de igazából a nagykövetek, ez a nagyköveti cím, ez arról szól, hogy lássák az emberek, hogy ez egy értelmes szabadidő töltés, és a fiatalok is, vagy legalábbis egy részük lehet, hogy jól jár, hogyha kipróbálja, és néhányan esetleg rabjai lesznek. Most egyre többen vannak, ezt tudom mondani, hogy az elmúlt években azért a horgászoknak a száma jelentősen nőtt, hiszen olyan 420 000-ről indultunk, és most már lassan az 500 000-nél leszünk, ami azt jelenti, hogy
talán az ilyen versenyeknek az önök segítségével, hiszen ha önök nem számolnának be róla, akkor erről azért viszonylag kevesen tudnának. Tehát az ilyen versenyeknek talán annak is, hogy több hal van ma a természetes vizekben, jobban lehet fogni. Köszönhetően annak is, hogy nagyon sok új horgásztó, vagy régi horgásztó, amit megújítottak, halasítottak, újrahalasítottak, komoly élményekkel, horgász élményekkel ajándékozza meg az odalátogatókat. Tehát úgy tűnik, hogy ez mégiscsak korábban is az volt, de még inkább a legnagyobb lélekszámú szabadidősport. Nyugodtan mondhatjuk, közel félmilliós táborra. Ez egy ilyen erjesztett búzakukorica egyveleg. Ez semmi más nem fogyasztja el ebben a vízben, meg egyébként más vizekben sem, csak és kizárólag az amú. A nagykövetek mellett az igazi profik is képviseltették magukat a találkozón. Walter Tamás és csapata az év elején tartott dél-afrikai és a nemrégiben véget ért portugáliai világbajnokságon is elhozta az előkelő első helyet. Alig kezdődött el a szezon, és már két VB címünk van csapatban, hiszen februárban volt ugye a dél-afrikai nemzetek világbajnoksága válogatottal, most pedig múlt héten a klubcsapatok világbajnoksága, amit ugye a foci BL-hez lehet igazániból hasonlítani. Magyarországot mi képviseltük, és ezt is behúztuk, nagyon boldogok vagyunk. Hogy zajlik egy ilyen versenyre a felkészülés, miket csináltok, hogy lehet tréningezni egy ilyen versenyre? Kétrétű a felkészülés, egyrészt egy hosszú távú folyamat, ami éveken át történik azáltal, hogy az ember megismeri Európa pályáit, ezt a kapszaói pályát. Portugáliában lassan 20 éve horgásszák nemzetközi versenyeken, mi magunk is szinte mindannyian fordultunk már meg rajta, volt, aki már ifi korában a 90-es évek végén. Tehát elég sokrétű volt az információnk, leginkább azért, mert 2 évvel ezelőtt a Nemzetek VB-je Féderben, ugyanezen a pályán volt 2017-ben. Tehát volt honnan táplálkoznunk. A felkészülés érdemi része, a sűrű része az a héten van, azon a héten a verseny hetében, hiszen a verseny két napos szombat-vasárnap, de a hivatalos tréning időszak az hétfőtől péntekig tart, az az 5 nap, amit minden csapatnak komolyan kell venni, nekünk is komolyan kellett. Ilyen esetekben, most ez lehet, hogy egy buta kérdés lesz, de hogy mondjuk Portugáliában máshogy haladnak-e a halak, mint itt Magyarországon? Máshogy viselkednek, máshogy reagálnak le időjárási változásokat, máshogy reagálnak le olyan nyomást, amit mondjuk 80-100 ember egy versenypályára adni tud. E tekintetben mindenképp más. A halfajok ismerősek voltak számunkra, hiszen elsősorban pontyra, márnára, illetve a kis halak tekintetében snecire kellett horgásznunk. Ez itthon is ugyanígy működne, mint ott kint. Hogy a sportág egyre népszerűbb, az köszönhető a maihoz hasonló versenyeknek, de annak is, hogy egyre több helyen találnak minőségi élményekre a pecások országszerte. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!